Szeretjük szarvast futó szempontból is, azonban a mai jótékonysági futás nem akármilyen, nem mindennapi. Mit tudhatunk ennek a mögöttességéről, te mint futó nagykövet miért preferálod? Ez most ez a négyen a kéken elnevezési formátum, ők már nem először állnak össze, hogy jótékony ügyet vállaltak föl, és azért kezdtek el futni. Most Sátorolyhelyről indultak el négyen futva, és a kék túra mentén érkeztek szarvasra. Ez olyan napi, vagy hát fejenként többszörös maratonokat jelentett, éjjel-nappal mentek végig, főleg ebbe az időbe, meg ebbe az időbe, tehát ez nagyon nagy kihívás, tehát aki már futott, vagy belekóstolt ebbe az életbe, az tudja, hogy ez tényleg emberfeletti, főleg úgy, amikor a bioritmusod nem azt kívánja, meg pihenésre van szükséged, és éjszakákon át is futni, azért az nem egyszerű dolog, de ők már nagyon régóta csinálják, ezt nagyon szeretik, nagyon sokan támogatják, hál' Istennek, most is egy olyan ügyért futnak, hogy para sportolóknak pénzt gyűjtenek, hogy több sporteszközt tudjanak szervezni, de volt már úgy, hogy olimpikonnak para kajakra gyűjtöttek, az is összejött, illetve ugye én a doktor urat ismerem, a Vízi András doktor urat, hogy a futók mindenhol vannak, ahogy szoktuk mondani, ő műtötte évekkel ezelőtt a kisfiamat Szegeden a kórházba, onnan az ismerettség, és ő is ezen a vidéken akkor még nem volt annyira ismerős, és akkor így alakult ez az ismerettség, mondjuk szorosabb barátság is, aminek lehet nevezni, és akkor én meg ebbe próbáltam neki segíteni, mert már nem az első esetben vannak itt szarvason, hanem az alföldi szakaszt, az eperjes szarvast október 7-én, vagy 9-én, most bocsánat, nem tudom, a kék túra napján, azt ugye már lefutották, de akkor csak ketten voltak itt, többen, illetve most ugye szarvasra érkeztek, és ha jól tudom, április 23-án pedig innen indulnak megint ugyanúgy az alföldi kék túrán, egészen Szekszárdig szeretnének majd futni. Rutinosabb futó vagy, mint bármelyikünk, mégis egy ilyen távú futásra hogyan lehet testileg, lelkileg felkészülni? Ez mégis mennyire amortizálja le az embert? Hát, mint ahogy szokták mondani, hogy minden nagyban dől el, ez teljesen igaz, de azért, ha valakinek nincs meg a futóalkat hozzá, akkor azért az agy kevés hozzá. Nagyon megható. Volt egy nagy utazásunk már májusban Hollóházára. Hát ott nem vártak ennyien minket, úgyhogy nagyon köszönjük Szarvas városának, hogy ez tényleg szívmelengető, nem is nagyon találjuk a szavakat. Én megmondom őszintén, meg is könnyeztem egy kicsit. Azt a sok jót, amit kapunk ilyenkor, azt egyszerűen nem lehet elmondani. Tehát, hogy amikor az ember éjszaka fut, és hideg van, és egyedül van, és azt olvassa, hogy milyen hősök vagyunk, és hogy milyen szuper, amit csinálunk, ez pedig ugyanolyan átlag emberek vagyunk, mint ti. De ez nem egy önös kezdeményezés volt, most sem, és múltkor sem. Látjátok itt előttünk a Molinót. Úgy gondoltuk, hogy a mozgássérült és értelmi fogyatékos gyermekek is megérdemlik azt, hogy ezt az élményt, amit mi kapunk minden nap a sporttól, átélhessék ők is. És erre gyűjtöttünk, és gyűjtünk még továbbra is, tehát az adományozást azt egy hétig még szeretnénk fenntartani. Mindenkit más célért motivál a futás, de mégis titeket mi ösztökélt arra, hogy vasárnap este szarvasra fussatok be? 2020-ról datálódik a mi missziónk, akkor volt ugye a koronavírusnak az első nagy hulláma, amikor lezárások voltak, és kijárási tilalom, és minden egyes futóversenyt eltöröltek, és a futók életében az egy nagy motiváció hiányos időszak volt, és akkor találtuk ki a barátainkkal, hogy egy olyan dolgot szeretnénk, ami maradandó, és nem kell hozzá verseny, nem kell nevezési díj, nem kell tervezni, akkor csináljuk meg, amit mi szeretnénk, és ez lett az országos kék kör. Ennek az első szakasza az 2021 májusában volt, amikor az országos kék túrát teljesítettük 7 nap alatt 1170 kilométerrel, és ennek a második felvonása volt, hogy Sátoraljaújhelytől jönnénk el, és hát jöttünk el, most már ez sikerült, Szarvasig 540 kilométert. Egyrészt az egyéni motiváció, az ember mindig próbálja a határait feszegetni, hogy mit tud, mit bír el, egyre nagyobb távokat egyre gyorsabban.
minket inkább a hosszabb távok érdekelnek, és a természet szépsége, a terepfutás, ezért választottuk a kék túrát, mégiscsak Magyarországnak egy ikonikus útvonala. Szarvasra pedig azért esett a választásunk, mert az országos kék túrázás napján Eperjestől Szarvasig már egyszer elfutottunk, és akkor is nagyon megtetszett a városokat, járunk ide, illetőleg akkor is nagyon nagy szeretettel fogadtak, és így nem volt kérdés, hogy ezt a szakaszt itt szeretnénk befejezni, és majd a következőt itt kezdeni. Miért és kiért futottatok? A futásaink sohasem öncélúak. Az első futásunknál a magyar gyermekbaleseti sérültekért gyűjtöttünk, most pedig úgy döntöttünk, hogy olyan gyermekek számára szeretnénk a sportot megmutatni, illetőleg elfogadtatni, akik sokkal nehezebben, nem egyértelmű nekik, hogy az egyik lábukat a másik után teszik. Úgyhogy parasportoló gyermekeknek gyűjtöttünk, és egy olyan boccsakészletre szerettünk volna összegyűjteni az összeget, ami a legalapoktól kezdi gyakorlatilag a sportolás élményét a parasportoló gyerekeknél, és az Országos Tartásjavító Mozgásjavító Intézetnek, a Zsótér Dunát Alapítványnak gyűjtöttünk ezzel a futással. Milyen visszajelzést kaptak egy ilyen figyelemfelkeltő futás kapcsán? Hát megmagyarázhatatlanul jó érzés. Úgy érzem ilyenkor, hogy nagyon összehozza az embereket egy négy ember, fogalmazhatunk így, őrültsége. Nagyon sok pozitív gondolatot kapunk, mi feltöltődünk ettől gyakorlatilag egy hónapokra, évekre akár, ami elfutottam most, viharugrán a mai nap, és 11 órakor egy 18 éves fiú várt a ház előtt, csak azért, hogy egy pacsit adjon. Ezek szerintem olyan dolgok, amit úgy érzi az ember, hogy talán kiveszett az emberekből, de nem. Tehát a kék túrázás mindig is összehozta az embereket, ezért is választottuk mi ezt az ikonikus strádát, és be is bizonyítja ezt, hogy van az emberekben összetartás, magyarságérzés, ismeretlenek iránti elfogadás, úgyhogy szerintem ez egy szuper misszió volt. Másabb érzése egy ilyen célért felkötni a nyolc cipőt. Mit éreztek ilyen távteljesítése közben? Igen. Volt-e holtpont? Igen, igen. Tehát, hogy amikor az ember mondjuk éjszaka egy fagyott, mocsaras, lápos vidéken fut keresztül, akkor könnyedén mondhatná azt, hogy hát hagyjuk az egészet a francba, és menjünk haza aludni, de ilyenkor azért megsokszorozza az erőnket azt, hogy tudjuk, hogy kiknek és miért gyűjtünk, úgyhogy ez számunkra is egy nagy motiváció, de az alapítvány visszajelzése alapján a gyermekeknek is egy nagy példa, tehát hogy ez egy ilyen szimbiózis szerintem a mi futásunkban. Sokan azt mondják, hogy a futásból táplálkoznak, ez ad életerőt nekik. Te hogyan tudnád megfogalmazni, hogyan dobog a szíved, amikor futsz? Én gyermeksebészként dolgozom állami egészségügyben, és számomra egy legális drog a futás. Az a fajta stressz, illetőleg feszültség, ami a munkahelyemmel ér, azt én abszolút levedlem magamról egy ilyen futás során. Megtisztulok tőle, és akkor születnek meg mindig a legjobb gondolataim. Például ez a futásnak a kitalálása is egy hosszú futás alatt született meg, úgyhogy szerintem egy életmód, egy életforma gyakorlatilag a futás, aki egyszer elkezd futni, és igazán rákap az ízére, az biztos, hogy függővé válik. Egy ilyen extrém sportteljesítmény után hogyan tudsz regenerálódni, illetve a csapatod? Hát holnap mindenki dolgozik, úgyhogy amatőr futók vagyunk, azt gondolom ez így természetes. Vannak még céljaink idénre, úgyhogy túl sok pihenőt nem adunk magunknak. Ezen a héten azért egy picit lazábbak lesznek az edzések, de jövő héttől már készülünk az újabb kihívásra. Zárszóként milyen érzés volt most ide Szarvasra megérkezni, illetve perceken belül egy kis catering vár a Róka és Mackóban? Így van. Amikor teljesítettük a tavaszi kihívást, nyilván Hollóháza egy picit messze esik az emberektől, ott is volt egy lelkes csapat, aki fogadott minket, de álmunkban nem gondoltunk volna, hogy ekkora népes hadsereg fog minket fogadni, futók és nem futók, családtagok, anyukák, gyermekek. Azt hiszem, hogy ez szívmelengető, és egy számunkra talán már ezért is megérte minden másért, de ez nagyon, hogy is mondjam, a következő céljainkra nagyon megerősít minket.
Thank you.